Az állatorvosoknak alkalmazkodniuk kell a változásokhoz, egyre kevesebben tartanak haszonállatot, társállatot azonban többen. Az ő gyógyításuk más hozzáállást igényel, így a szakembereknek folyamatosan képezniük kell magukat, mondta dr. Márton Ferenc, szabadkai állatorvos. Jelenleg az állatorvosi szakma az egy óriási változáson megy át. Tehát ugye régen a klasszikus állatorvos az egy falusi emberke volt, aki ott élt az állattenyésztőkkel, gyakorlatilag együtt lélegzett. Ez a világ, ez sajnos most már kikopóban van, vagy hát szinte el is tűnt. Teljesen átkerül a fókusz a társállatok gyógyítására, és ez egy teljesen más hozzáállás, teljesen más felszereltséget kívánó dolog. Főleg ez a téma, ugye akik maradtak és kitartanak a nagy állatgyógyászatban, ott sajnos ilyen megélhetési problémák is előfordulnak, mert annyira lecsökken az állatlétszám, hogy ez már nem tud eltartani egy szakembert. Tehát ez, mondhatjuk, hogy nem csak szerbiai, hanem akár a Kárpát-medencei, vagy mondhatjuk így, hogy globális probléma is, mert nagyon változik a világ körülöttünk. Mit tapasztal egyébként a vajdasági fiatalok? Választják ezt a hivatást, az állatorvosi pályát, vagy akár a magyar alkú fiataloknak nyelvi gondokkal kell szembesülniük ezen a téren? Mit tapasztal? Szerbiában jelenleg csak szerb nyelven elérhető az állatorvos képzés. Ez két helyen folyik, tehát az újvidéki, illetve a belgrádi egyetemen. Nyilvánvalóan, hogy egy ilyen szakmai szintű tudás elsajátításához alaposan kell ismerni a szerb nyelvet is. A fiatalok tekintetében, tehát általános a káderhiány ebben a szakmában is. Nagyon nehezen tudjuk mi munkáltatók megoldani azt, hogy friss munkaerőt tudjunk bevonni. Nem is túl vonzó ez a szakma most per pillanat, mert ugye a kereseti lehetőségek azok más szakmák esetében azért sokkal komolyabbak. Egy igazán jelentős elhivatottságot igényel egy fiatal részéről, hogy ráadozza azt a 6 évet az életéből a tanulásra, és akkor még mire ugye gyakorlatot szerez, az legalább egy 4-5 év. Tehát ez egy komoly tanulási folyamat, és hát addig valamiből meg is kéne élni. Az antibiotikumok csökkentése folyamatos téma, fogalmazott dr. Csorba Csaba, a Magyar Állatorvosok Szerbiai Szervezetének elnöke. Mi is lehetne aktuálisabb, mint a rezisztencia, az antimikrobiális rezisztencia, hisz ugye Magyarországon nagyon lecsökkent már a használata az antibiotikumoknak, és ugye nagyon szigorú keretek közé van szorítva a használata, úgy az állatorvostudományban, mint az orvostudományban, de nálunk sajnos ez nem így van, és ugye ezért is szerettük volna, hogy egy ilyen témáról halljon a szakmai közönség, hisz egyszer ugye az lesz a cél, hogy itt mi is csökkentsük, és az a cél állandóan, mivel ugye a rezisztencia nagyon nagy problémákat okoz, és ezért arról fog az előadó beszélni, hogy hogyan lehet csökkenteni a használatot, és mit használjunk helyette. Vajdaságban komoly problémát jelent a magyar ajkú állatorvosok utánpótlása. A fiatal szakemberek a nagyvárosokban vállalnak munkát, a falvakban viszont sok esetben nyugdíjas állatorvosok látják el a jószágokat. A fő probléma az, hogy a fiatalok nem akarnak elmenni falura, vidékre dolgozni, hanem ugye csak Újvidék, Belgrád és a nagyobb városok, Szabadka, tehát ott szeretnének munkát vállalni, ott szeretnének dolgozni, és ami még nagyobb probléma, az az, hogy főképp csak házi kedvencekkel szeretnének foglalkozni, és ugye a haszonállatokkal nem igazán. A Magyar Állatorvosok Világszervezete fontosnak tartja, hogy a Kárpát-medence minden területén szervezzen szakmai összejöveteleket, hogy az állatorvosok megismerjék egymást, közösen találjanak megoldást az aktuális kihívásokra. A Magyar Állatorvosok Világszervezete több mint 25 éve azért alakult, hogy a magyar nyelven beszélő állatorvosok, így a Kárpát-medencében élő állatorvosok problémáit meghallgassa, és az ő területükre közvetlenül elvigye azokat a konferenciákat, aminek az egyik állomása a mai napon is itt lesz. Tehát én azt gondolom, hogy az épp aktuális állategészségügyi problémákkal tudunk foglalkozni.
A konferencián az afrikai sertéspestisről, a szarvasmarhákat érintő tüdőgyulladás diagnosztizálásáról, a lovak mesterséges megtermékenyítéséről és a társállatok gyógyítása terén alkalmazott innovációkról is szó esett.